Az ország több pontján is leállították a jégkármérséklő rendszert, mert a generátorok kezelőit halálosan megfenyegették. A fenyegetők szerint a Kelet-Magyarországon kialakult súlyos aszályért a jégkármérséklő rendszer a felelős. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megtette a szükséges jogi lépéseket, és egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a rendszer üzemeltetése és a szárazság között nincsen semmilyen összefüggés. Balázs. Utána járunk a dolgoknak már is. Szintén élőben kapcsoljuk Györfi Balást, egyébként a jégkár elhárító vagy jégkár mérséklő rendszert működtető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökét. Jó estét kívánok, elnök úr! Jó estét kívánok! Azon túl, hogy nem nagyon mennék bele abba, hogy hogyan működik pontosan ez a jégkár mérséklő rendszer, annyit mondjunk el, ugye, hogy itt ilyen talajagregátorokról van szó, majdnem 1000 van ezekből az ország területén, és ezek ugye ezüst jodidot juttatnak a levegőbe, és ezzel akadályozzák meg, ugye, hogy jégeső legyen, vagy jégkár legyen ezáltal. Viszont ettől függetlenül mégis azt terjedt el az utóbbi időben a gazdák tekintetében, főleg ugye az aszályt sújtó kelet-magyarországi területeken, hogy ezek idézhetik elő az aszályt. Hogy terjedt el ez a tévhit? Én azt gondolom, hogy óriási felelősség terheli azokat az embereket, akik ezeket a tévhiteket terjesztették. Ugye azt tudni kell, hogy ez a rendszer ez nem előzmény nélküli, hisz a Dél-Dunántúlon ez évtizedes előzménnyel rendelkezik, az ott megszerzett tudást, tapasztalatot felhasználva építettünk ki egy országos hálózatot, ami egyébként Európai Unió szinten is egyedülálló, hisz nincs arra példa, hogy az ország egész területét védenék ezzel a rendszerrel. Magyarországon ez az 5. esztendő, hogy képesek vagyunk egy ilyen védekezési mechanizmust lefolytatni. Ez azt jelenti, hogy az ország minden pontján egymástól nagyságrendileg 10 km-es távolságban talajgenerátorok vannak, amin keresztül ezüstjodidot juttatunk a légkörbe. Ennek egyetlen egy célja van, hogy mesterséges jégmagvakat képezzünk, ezáltal sokkal több, de ebből kifolyólag kisebb átmérő jégszemcsék keletkezzenek, amik jó eséllyel el is olvadnak, elérik a földfelszín, de egészen biztosan kisebbek lesznek, mint hogyha beavatkozás nélkül történt volna meg mindez. A meteorológusok és a szakemberek egyetértenek abban, hogy ennek semmilyen hatása nincs arra, hogy mennyi csapadék hullik az országban, és ezt ugye a több évtizedes tapasztalat is a Dél-Dunántúlon alátámasztja, de azt is fontos kiemelni, hogy ez a rendszer az idei esztendőben, ami április 15-én indult el, az idei védekezési szezonban, sokkal többet ment a Dunántúlon, mint a Dunától keletre. Tehát ebből kifolyólag azt gondolom, különösebben nem kell magyarázni azt, hogy nincs összefüggése lehullott csapadék és a talajgenerátoroknak a működése között. Ennek ellenére különösen Békés megyei Góc mondta, kialakult egy olyan hát egészen döbbenetes álláspont, ami odáig fajult, hogy a talajgenerátoroknak az üzemeltetőit halálosan megfenyegették, és számukra nyilvánvalóan az elsődleges szempont az, hogy a kollégáink testi épségére vigyázzunk, ezért ott, ahol erre igény mutatkozott, ott leállítottuk a rendszert. Álljunk meg egy picit, itt, bocsánat. Súlyos következményei lehetnek a... Igen, bocsánat, itt álljunk meg egy pillanatra, mert ez fontos. Azt pontosan arra akarok rákérdezni, amit el is kezdett, hogy súlyos következményei lehetnek. Ugye ez nem jelente veszélyt, mert például ugye amióta működik ez a rendszer, például megnéztem 2017-ről 18-ra, például 1 milliárd forinttal csökkentette a kárenyhítési alapnak az összegét 5 millió hektáron, szóval azért nagy szolgálatot tette a jégkár elhárítási rendszer. Így van, hogyha megnézzük azt, hogy ez a rendszer mennyibe kerül, ez évente kb. 2 milliárd forintos költséget jelent, ugyanakkor több 10 milliárd forint termelési értéket vagyunk képesek megóvni vele. A rendszer tapasztalatai azt mutatják, hogy egy elköltött forinttal 33 forint termelési értéket tudunk megóvni, és ez csak a mezőgazdaság vonatkozásában igaz. Ez még hozzá lehet adni az ipari, magán, illetve állami tulajdonban levő ingatlanok és ingóságokban megőrzött értéket, hisz nyilván ez nem csak a mezőgazdasági területeket védi, hanem az ország teljes egészét. Tehát ennek a rendszernek a felfüggesztése, leállítása, ez nyilvánvalóan egy nagyon komoly kockázati tényező, különösen azokban a térségekben, ahol nem leszünk képesek megfelelően működtetni, mert nagy dilemma volt, megmondom őszintén, hogy mit kezdjünk ezzel a helyzettel. Elmentünk és fórumokat próbáltunk tartani, hova szakembereket vittünk, akik igyekeztek elmondani, hogy ez pontosan mit jelent, ez a rendszer működése milyen elvek szerint zajlik, de azzal találkoztunk, hogy nem érdekli a jelenlevőket, nekik van egy saját igazságuk, amin kívül nincs más létező igazság, és csak azt tudták követni,
tenni, hogy állítsuk le a rendszert. És volt arra példa, hogy az egyik generátorkezelő ház előtt egy 20-25 fős tömeg lincs hangulatban azzal fenyegetőzött, hogy rágyújtja a házat a kollégánkra, hogyha ezt nem meri indítani. Azt gondolom, hogy itt azért meg kellett állni egy pillanatra, és meg kellett hozni azt a döntést, hogy ezt jogi útra tereljük. Ebben nem gondolom, hogy nekünk már van lehetőségünk tovább lépni. Azok az emberek, akik felelősek azért, hogy ez a helyzet kialakult, azt gondolom, hogy kell, hogy viseljék ennek az ódiumát. Mi pedig igyekszünk lehetőség szerint megvédeni a kollégáinkat. És hát ha ne adj Isten, mondjuk Békés megyében egy komolyabb jégeső kialakulna azért, mert nem voltunk képesek a rendszert megfelelően működtetni, akkor talán majd azok is, akik most ezt a helyzetet elgondolkodnak, de legalábbis a társadalom többsége számon kéri rajtuk, hogy ez a helyzet ilyen értelemben kialakulhatott. Azért manapság nem annyira meglepő sajnos, hogy egyik pillanatról a másikra mondjuk lezúdul egy nagy mennyiségű jégeső, akár ilyen nagy golyónyi nagyságú jegekkel. Mi történik akkor, ha ez megtörténik, és tényleg elveri a termést azokon a helyeken, ahol most nem működik a rendszer? Egy, kettő, mikor tudják újraindítani ezeken a helyeken a jégkármérséklő rendszert? Van-e már erre valamilyen fajta terv? Nagyon nehéz bármit mondani, hogy mikor tudjuk újraindítani. Azt gondolom, hogy az elsődleges szempont a kollégáink testi épségének a biztonsága, de azt is nézni kell, hogy Európa egészét aszály sújtja, tehát a Pó vidékén szinte kiszáradt Olaszország legnagyobb folyója, és ott nincs jégkármérséklő rendszer, és Európa nagyon sok régiójában aszályhelyzet van, ahol nincs ilyen rendszer, tehát a közötti összefüggés az inkább csak ilyen hályokkovácsolásból vagy boszorkányüldözésből eredhet. És hogy a jégkárral mi lesz, hát kénytelenek lesznek a gazdák elviselni. Nyilván a mezőgazdasági kárenyítési rendszer az egyfajta biztonságot ad, de természetesen ez nem egy teljes körű biztonság, és nyilván az a legjobb kár, mert ha létezik ilyen, ami nem következik be, és mi ezért teszünk évről évre több 10 milliárd forint értéket megúvva a gazdálkodóknak, egyébként azoknak a termékeit és terményeit is védjük, akik most ellenünk fordultak, és nagyon remélem, hogy tudunk tiszta vizet önteni a pohárba, mert egészen döbbenetes az, hogy ez az elkeseredettség, ez ennyire jó táptalajt tud adni ezeknek az őrültségeknek, és a csalódottság, a kiábrándultság, ugye az a fajta kár, ami éri őket az aszályból kifolyólag, az képes akár a saját gazdatársai ellen is fordítani embereket. És újra visszatérnék oda, hogy azért a felelősség azokat terheli, akik egyébként szaktudás, tapasztalat nélkül magukat szakembernek beállítva az embereket hergelik, és valamilyen ellenségképet kreálva próbálják a feszültséget levezetni közöttük, ami nyilvánvalóan megvan, hisz az aszály okozta kár az egészen döbbenetes az Alföld egyes térségeiben, és ez olyan emberi reakciókat vált ki, amit azt gondolom, hogy társadalmilag kell kezelnünk, és odáig jutottunk, hogy valóban itt már jogi lépéseket kell tenni, hogy ne következzen be valami őrületes tragédia. Ugye lezárásként még csak annyit mondanék, befejezve a beszélgetést, hogy ugye az önök egyik főérve, a kamara egyik főérve az, hogy január-februárban sem esett az eső és aszály volt, és ráadásul a jégkár mérséklő rendszer az csak áprilisban indul el, úgyhogy emiatt se valószínű, hogy ez okozta a nagy aszályt. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen.